Hú, de megtolt. A doktor nagyon szeretné, hogy most lenyomjon minket. Minden szempontból. És itt is bebújik. Hop-hop-hop-hop. Összeértünk. Na, sziasztok! Fú, ha itt van a második rész, az azt jelenti, hogy tetszett nektek az első. Úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm, de már most gyorsan rácáfolok kettő állításomra, amit ott tettem. Az első az, hogy a Kotor utáni 6-8 futamon marha jó leszek, és hát ezt már most láthatjátok, hogy az időmérős 8. hely az nem feltétlenül lesz prognosztizálja. Meglátjuk, ez főleg abban adódik, hogy az amerikai pálya, ahogy a valóságban itt a játékban is katasztrófa, és mivel én vagyok az egyetlen emberi versenyző, ez az itt kevésbé hátráltatja. Borzasztó hoplik vannak rajta, elképesztő. És ugyanerre lesz visszavezethető a másik dolog, ami szintén állítottam, mégpedig az, hogy a 2020-as MotoGP-ben még lehetett nagyjából úgy versenyezni, mint hogyha ez egy valódi motorverseny lenne, tehát úgy nézett is ki. Hát itt azért lesznek egyéb dolgok, itt leszek a pálya mellett is sokat. Na de mindegy, nézzük magát a futamot akkor, oké? Okay? Aztán beszéljenek a képsorok magukért. Feltétlenül érdekesnek tartom megjegyezni, ajjajjaj, de majdnem elnyaltunk itt az egyes kanyarba, hogy van egy Suzuki az első sorban, ez nem túl valószínű a valóságból. Illetve Marc Márquez nem volt az első sorban, pedig itt ugye a játék nem tud a sérüléséről. Jó, itt azért kicsit baricsák kezgettünk, meg erőszakoskodunk, de följebb egerésztük magunkat a nem túl rózsás egyes kanyarunkhoz képest. Azt a mindenit rossz, hogy megérkezett ott. Így viszont belekényszerített minket gyakorlatilag egy előzésbe. Na még Espargaró alá is begyorsítunk? Hú, Miller elnyalt, Millert mi ejtettük? Esettettük el, vagy nem tudom. Igen, és a pálya legnagyobb borzalmas pontja az most következik, ahol na, megvan az első pályahagyásunk. Lehet, hogy szorosan követi majd a második. Ennek az egyenesnek a vége irgalmatlanul katasztrófa. Borzasztó, tényleg rettenet. Na nézzük. Mert kicsit nagyobb fékre fejre áll, kicsit kisebb fékrenek se áll, szóval... És itt is lecsusszantunk. De ez még egy egészen elviselhető kanyar volt, meg is érkezik Rossi amúgy. Hú, de megtolt. A doktor nagyon szeretné, hogy most lenyomjon minket. Minden szempontból. És itt is bebújik. Hop-hop-hop-hop. Összeértünk. Ezt nem így terveztem. Mondom, itt azért nem biztos, hogy úgy fog kinézni a dolog, mint egy motorverseny, sokkal inkább egy roncsderbire emlékeztethet majd a dolog. De azért igyekszem majd. Próbálok vigyázni másokat, és megint lecsúszott. Ojjajajajaj. Egy ellentétben azzal, amit elmondtam szintén az előző futamban, vannak ezek a megindulások. Annak egy bizonyos mennyisége valóban teljesen normális, de itt ezen a pályán ez borul. Itt azért vannak olyan megcsúszások is, ami egyáltalán nem normális, és nagyon nehéz kivédeni, hogy ne legyen belőle esés. Ugyaj, ha ennyivel hamarabb fékezett, az baj. Nem meg lehetett állni. Nem feltétlenül ideális volt az ív, de legalább a pozíció megvan. Hop-hop-hop, vagy Andrá. Én úgy érzem, hogy ezért az 5. helyét fogunk itt most megcsatázni, és megizzadni. Ami a 8. időmérőből egy elégedettségre adhatokat, hogyha ez sikerül. Mert szemlátomás tempóból nem vagyunk ezen a szinten sem most. Az első négy már nagyon elment. Morbidelli, Mir, Márquez és Vinyá lesz. Valami csoda folytani, tudnék egy kis gepet csinálni magam mögött. Az jó volna, csak mondjuk ezt a pályán, Péter. Ó, jó volt ez a balos. Na végre. Micsoda örömök az életben. Dovi most egy kicsit le van maradva. Talán kis lélegzetvétel. Itt is pattogás össze-vissza, csak itt legalább egyenesben vagyunk, itt annyira nem zavaró. Itt ott volt az a kis fehér vonal még a pirosban, ott kell elkezdeni fékezni, de hát... Nagyon furcsa módon kell adagolni, ez egy kicsit talán jobb lett, mint az előbb. Az időmérőn egyszer sikerült normálisan, az lett a legjobb köröm. Nem szokott normálisan sikerülni. És
itt meg már jönnek a huplik, az igazi problémás huplik pedig a következő jobbosokban érkeznek, ott nagyon-nagyon veszélyes, és el lehet rajtuk nyalni nagyon könnyen. Itt van. Hopp. Itt is van egy, meg ezen a féktávon. És azon meg is úszik állandóan a rohadt motor. Csak az AI meg simán átmegy rajta úgy, mintha a hupli nélkül fékezne. Ez a nagy problémám. Na, kicsit kevesebb duma, mert megérkezett egyből doviciózó, és gyakorlatilag félreálltunk az útjából. Csodás! Szépen megállítja a Ducat, itt is volt egy hupli. Érdekes, hogy az a hupli, amire a legjobban panaszkodnak a valóságban a versenyzők, ami valahol itt van a csiki-csuki rész végén, az nem para itt a játékban. Jajjaj! Na hát az nem a pálya volt, de megúsztam valami csoda folytán bünti nélkül. Szóval nem is tudom, melyik kanyar végén van az igazi borzasztó hupli. Lehet, hogy itt ezen a jobb balos részen? Szerintem itt van egy marha nagy hupli a valóságban, ezen a baloson. De itt ez teljesen elviselhető. Itt sokkal más helyen, teljesen más helyeken vannak az igazi problémák. Hopp, felreállt egy kicsit, ami miatt... Nem. Egészen normálisan sikerül bevenni. Csak hát tempóból hátrafelé lépkedünk. Jaj, ez egy ilyen túlélő verseny lesz, srácok. Meglátjuk, hogy mennyi pontot bírunk megmenteni. Quartararo is még megérkezik ebbe a kanyarba, pedig életemben először bevettem nagyjából. Hát nem először, de nektek a videóban először. Hello! Mindenhol azért nem szabad beszúrni, próbáltam volna aláfordulni a kis Fábiónak. És közben megérkezett egy Ducati. Petrux? Hát ez csodás. Még ő is lenyom. Így van, Petrucci. Jön a hupli. Bevállalósak voltunk. Igen, ez nem jó, ebben a körben vezetünk három pozíciót, ami hogyha most szerencsé van, akkor csak kettő lesz. Most sikerült hamarabb fékezni itt ebben a kanyarban, de nehéz rávenni magamat. Morbidelli 0-5-ös kör. Nem azt kéne talán nézni, amikor kigyorsítunk egy kanyarból. 0-7-es köröket jövünk. Az igen. Jó van, Péter, az már kör. Az már kör. És le is csúsztunk. És 600 millióan vannak itt mögöttünk, gyerekek, úgyhogy hűha. Probléma vár minket, probléma hátán. Nem baj, nem baj. Ezekkel a szituációkkal is meg kell küzdeni. Vannak ilyen helyzetek. Jönnek még nagyon jó pályáink. Damage limitation. Még az jó lenne, nem élennék a legrosszabb Yamaha. És még erről is lecsúszom, mert erről egyszer nem csúsztam még le. Ajja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 j
koncentráljunk. Itt vannak egyből. 2, 4, 6, sokan. Nagyon sokan. Na. Megérkezik Esperger, szerencsére kívülről próbálkozik, úgyhogy egész normálisan bevehettük ezt a kanyart. Az a baj, lehet, hogy lehetne egy kicsit később is megpróbálni megállni, de láthatátok az első két körben, hogy számomra nem feltétlenül tanácsos. Na itt Quartararo és Petrucci előttem meg fognak azért még küzdeni, de az a baj, én csak maradok le róluk egyre jobban. És inkább Espargaró akar bedarálni sem, mint hogy én lássam az előttem levőket valaha újra közelről. Igen, ebben a kanyarban sokat segít, hogyha vannak előttem. Megint borzasztó volt. 0-5-ös kör, mindig 0-7-eket bírok. Dovizioso jött 0-5-öt, 2 másodpercet kaptam ebben a körben. Jesus. Az kategóriás különbség.
Három kör még vissza. Túlélésre megyünk továbbra is. Most ebben a körben nem buktunk újabb pozíciót. Petrux átment Quartararon, olyan, mintha Fábio is küzdene ezzel a pályával. Ugye ő volt a második az első futamon. Következésképpen a futam elején levő a versenyt vezető Vinales, Morbidelli és csapata átverti a bajnokságban a vezetést tőlünk. Úgy rossz volt, meg is kapom értem méltó büntetésem. Ja. Ez a 4-tized, 5-tized még fájhat, hogyha a végén bejön valaki közvetlenül mögöttem a pályán. Megpróbáltam egy kicsit később fékezni, ez lett az eredmény. Hát igen. Most nem vagyok nagy barátságban a Kotával. A régi pályák, a régi játékokban abszolút az volt, na, nagy szerelmem volt ez a pálya, ilyen 2013-as, stb. Mondjuk akkor még nagyon-nagyon más volt a fizikája az egésznek, és ma már nem hiszem, hogy vígan mennék azokkal. De itt a 20-21-ben valami egészen élvezhetetlen ez az aszfaltcsík. Új, megcsúszott. Viszont benzin megint nem használtam el, és a szokásos plusz egy körös verzióval indultam. Úgyhogy hát, hanem legalább... 0-5-7! He, gyerekek! Mentünk egy értelmes kört. Iszonyat kilengései vannak a teljesítményemnek, tehát ez vállalhatatlan. Na, egy Fábiót megpróbálunk elkapni. Legalább egyszer menjünk fölfelé is a pályán, ne csak hátrafelé. Vagy előrefelé is a pályán, ne csak hátrafelé. Mondtam én, aztán a T1-T2, a legrosszabb T1-T2 lett a rajtóta. Az lesz még a szép, hogyha valahogy mégis megelőznénk Quartararot, és a végén pont ezzel a 4.95-tel futna be mögöttünk, vagy annál picit kevesebbel. Már amúgy megérkeztünk rá. Itt még hagyom a benzint, aztán utána lejjebb veszem. Tuti kibírjuk a végéig. Rossi azért le van maradva, szóval... Alapvetően örülök, hogy ezt stabilizáltuk és nézhetünk előre. Végül is innen rajtoltunk 8. helyről. Teljesen korrekt. A játék abból a szempontból, az AI teljesen korrekt tempó szempontjából. Tehát a pálya az egy fos, de amúgy úgy de jól aláfordultunk Fábiónak. Csak most ez egy rossz féktáv lett. Meg is érkezik a francia. Nem csattanunk össze úgy, mint Rosszival. Ott az a bukkanó az életveszély. És egy köröskét kéne kibírni még. Na gyerünk! Ott van az a kis bünti lóg a levegőben. Kicsit fejreállt a motor, aminek nem örülök. Petrucci 047, Jézusom! 052, hello! Nem tudom, mennyit fogok beszélni az utolsó körben, srácok. Túlélésre megyünk. Nagyon koncentrálni, Jézusom, ne, és bünt is lesz. Igen, 7.81, ajja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 j
full dekoncentráltá válok. Nem először és nem utoljára. Éljük túl most már. Jön a hátsó egyenes. Fontos lesz az a féktáv nagyon.
egy másodperc a különbség, ami még abszurdum jó is lehet. Aha, focsék volt. Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Utolsó szektor jön a pályán. Utolsó kicsit több, mint egy szektor. Csak most így felértek rám, de nagyon. Rossi Alex Márquezzel csatázik, az nekünk jó hír. És hogyha mind a hárman meg fognak előzni, az para lesz. Az kellemetlen lesz. Ujj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 
Hát, ha eléggé el vannak foglalva egymással, hát ha. Utolsó kanyar, talán megvan a különbség. Most nagyon zavart, hogy följött valahol az a felirat. Nem baj, így lecsúsztunk, nem érdekel, meg lesz, legyen meg. Na, és a vége. Ez hogy lehet? Ez netto nonsense, tehát ez hülyeség. Ennyit nem hozhatott a végén, egy darab kanyar alatt. Mindegy, nem mi lettünk a legrosszabb Yamaha, sőt két Yamahát is lenyomtunk, 8. hely. Jó lesz, innen folyt köpünk.